the night, when the full moon is bright, comes a horseman known as Zorro. Zorro, 72. rész. Halálos fenyegetés. Magyar hangok. Borbély László, Makai Sándor, Ábrahám Edit, Csankó Zoltán, Rajhona Ádám, Úri István, Simon György. Magyar szöveg Kálmán Judit, hangmérnök Dobó Ferenc, rendezőasszisztens Kertész Andrea, vágó Kovács Jutta, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Vas János. A szinkront a Magyar Televízió megbízásából a Hidivok stúdióban a Hangkép BT készítette. Figyelem! Figyelem! Van itt valaki a Della Vega családból? Jöjjön már elő valaki! Mi történt? Szörnyű baleset, szenyor! Miféle baleset? A kormányzó urat megsebezték a lovak, a hintója felfordult. Súlyosan megsebesült? Lehet, hogy meg is halt. Az a helyzet, hogy épp ide hozzák. Vettének számára idekint egy ágyat. Sőt, be is visszük, úgy kényelmesebb lesz. Várjon, szerezzen pokrócokat és vizet. A szolgánk nem is hall és néma. A kormányzót baleset érte. Vess meg egy ágyat és azonnal szaladj el a doktorért. Óvatosan, vigyék be egyenesen az Asciendába. Az Isten szerelmére vigyázzanak, nehogy lehetség, hallották a kapitány urat. Egy dolognak tudok csak örülni, hogy nem ült atya mellett, amikor ez történt. Meg fog gyógyulni, ugye? Nem halhat kérem, meg. Kérem, Leonard, kérem, nyugodjon meg. Tegyék le, vigyázzanak. Ne olyan hevesen! Na! Hol él a legközelebbi orvos, és mennyi időbe telik, hogy ide hívják? A fiam Diego már elment érte, és idehozza, amint csak lehet. Gracias. Hogy van édesapám? Hogy érzi magát? Mint egy tojás, amint épp összetörik. Egyszerűen nevetséges azt mondani erre, hogy baleset. Ez egy előre megfontolt hidegvérű gyilkossági kísérlet volt. Magam is erre gondoltam, amikor hallottam a történetet. Gyanakszik valakire? Élnek itt néhányan, akik nem szeretik. Furcsálják a nagy spanyol barátságát. Figyelmeztették is, hogy kerülje a déli vidéket. Maga most a lázadókra céloz. Hallottak már róluk? Hogyne, ők szítják a zavargásokat. Attól tartok a kormányzót, nem mindenki kedveli a környéken. Nem értik, miért olyan lojális Spanyolország. Ez valóban így van. De kérdés, hogy be tudjuk-e bizonyítani. Ki merne kiállni és azt mondani, hogy ez gyilkossági kísérlet volt, és íme az emberek, akik elkövették. A lázadók nem gyermekek, és nem is zsenge kezdők. Nem állnak ki a főtér közepére, nem lőnek rá ő excellenciájára, és aztán nem maradnak ott a füstölgő pisztolyokkal, hogy nyugodtan elkaphassuk őket. Nincsenek bizonyítékaink. De akkor is egyértelmű, hogy nem baleset történt. Én nem vitatkozom, csak feltettem egy kérdést. Még az a szerencse, hogy nem találták el ő excellenciáját. De így is megakadályozták, hogy szólhasson az emberekhez Los Angelesben. Mit mondott az orvos? Egyelőre még nem tud semmi biztosat. A lába eltört, és tart a belső vérzéstől. Attól félek, Don Alejandro, hogy visszaélünk a türelmével. Sajnálom, hogy ezt mondja gyermekem. Szívesen segítek. Mindenben számíthat rám. Mindig szerettem volna megismerni a kormányzó családját. Most pedig, uraim, azt kérném, jöjjenek be atyámhoz. És persze a kapitány úr is. Na. Egyszer meg kell halnom. Könyörögni fogok, hogy az egekben ne legyen ilyen gyógyszer. Nem szabadul meg ilyen könnyen. A szenyorita szólt, hogy látni kíván bennünket. Si, szenyor. Van néhány dolog, amiről beszélnünk kell. Kész csoda, hogy excellenciás úr életben maradt. És ha további csodákat akarunk, akkor ehhez nyugalomra, teljes nyugalomra van szükség. Megtesszük, amit csak lehet. Természetesen itt tartjuk, amíg csak fel nem épül.
Van valami, amit az excellenciás úr közölni kíván önökkel. Úgy látom, olyanok a körülmények, hogy meg kell hallgatnunk mindazt, amit mond. Señores, nagyon, nagyon hálás vagyok az érdeklődésükért, kedvességükért. De az, ami velem történik, nem olyan fontos, mint ami Kaliforniára vár. Ma több találkozóm is volna Los Angelesben. A célom, hogy mindenkit rábírjak a hűségre Spanyolország iránt. Na, a találkozókat elhalasztjuk, excellenciás uram. Az emberek jól tudják, mi történt. Nem, nem, uraim. A történelem nem állhat meg csak azért, mert egy vén ember baleset ért. A találkozók meg lesznek. A kormányzó is ott lesz. Maga kapitány helyettesíteni fog. De hát, excellenciás uram, nem vagyok felkészülve a feladatra. Annyi volna maga a tennivaló, kormányzó vagy... szársegédje, vagy nem? De igen. Maga tehát jobban ismeri a feladatukat, mint bárki más. Számíthat egy csomó ember lojalitására. Kérjen bármit is. Vállalnia kell Felipe. Tudom, hogy nagy kérés. Tegye meg. Most legalább megmutathatja, hogy mire képes. Én őszintén bízom magában. Köszönöm, excellenciás uram. Tartson meg minden találkozót, amit mára terveztünk. Kérem, tegye meg. Mutassuk meg a lázadóknak, hogy nem állíthatnak meg. Mától kezdve maga a kormányzó helyettes, itt Kaliforniában. Ez hatalmas felelősség, kormányzó úr. Igyekszem megfelelni. A betegnek pihenése van szüksége. Menjen. Ez itt a könyvtárszoba. Használja bátran, excellenciás uram. Ó, kérem, ne szólítsanak engem, excellenciás uramnak. Maradjunk a kapitánynál. Nem értek egyet. Maga Kalifornia helyettes kormányzója. Ennek megfelelően kell viselkednie. Nem az a lényeg, hogy maga mit gondol. Sokkal fontosabbak a hagyományok. Aha. Nem szeretnék egy újabb balesetet, amíg excellenciás uram ágyhoz van kötve. Így a szoba előtt egy őr fog állni, éjjel-nappal. És ha én egyet is értek a lázadók bizonyos érveivel, akkor is látnunk kell, hogy mit tett Spanyolország Kaliforniáért. És most hadd emlékeztesse magukat, hogy az anyaország háborúban áll. Élet-halálharcát vívja régóta. Ez a legmegfelelőbb idő, hogy megkérdezzük, mit tettetek értünk. Nekünk kellene megkérdezni, mit tehetünk a hazánkért? Igaza van! Kalifornia kormányzó helyetteseként nincs jogom kételkedni a lojalitásukban, a hazafiságukban. Kérem, uraim, ne tagadják meg tőlem a hűségesküt. Excellenciás uram! Tessék! Kötelességemnek érzem, és a becsületem is ezt diktálja, hogy Los Angelesben elsőként írjam alá a hűségesküt. Oh, gracias! Señores, én bevégeztem, most magukon a sor. Igen, én is ezennel tanúsítom. Hazám a királyom a zászló iránti hűséget. Hazám a királyom a zászló iránti hűséget. Adott szavamat nem szegem meg. Adott szavamat nem szegem meg. Itt ki a következő, uraim? Excellenciás uram, jól beszélt. Engedje meg, Manuel Larios vagyok, San Luis Rey-ből. Milyen messzire vetődött, Señor Larios? Sí. Kalifornia egységes. Itt is leteheti az esküt, nem csak San Luis Rey-ben. Hadd tegyek fel magának egy kérdést. Mi volna az a kérdés? Most maga a kormányzó helyettes. Mi történik, ha a kormányzó meghalna? Nem nagyon értem. Pedig egyszerű a kérdés. Miért kérdi? Egyszerű kíváncsiságból. Ha a kormányzó elhunyna, nem maga lenne a törvényes utódja? Nem is tudom.
Szerintem nem kizárható. És ha volna kedve kormányzónak lenni, akkor nem jönne kapóra az öreg kormányzó halála? Señor Larios, bízom benne, hogy ez üres fecsegés. De én nem szeretem az ilyesmit. Majd megszereti. Úgy látom, nem értette meg a szándékomat. A kormányzót ismét érheti baleset. Maga szeretne kormányzó lenni. Nem volna kellemes dolog segíteni a sorsnak. Az egész igazán semmiség. Hívja vissza az őrséget, és hadd pihenjenek. Azt hiszem, ezt érdemes meggondolni. Értse meg, nem telt még el 2 óra az utolsó adag óta. Egyáltalán nem érzem az ízeket, mióta ezt a gyógyszert szedem. Őrmester, magát rendelték ki a kormányzó úr őrzésére, si. Ugye? És mindent elkövetne a felépülése érdekében. Si. Elég nagyra nőtt ahhoz, hogy belediktálja ezt az adagot. Ne feledje, őrmester, az utolsó cseppecskét is. Excellenciás uram, ezt parancsolta a doktor. Kiégeti a gyomromat. De hogy jut ez a lábamba? Bizony, ahhoz felfelé kéne folynia. Ez tény, de hallotta a doktort. Öntse ki. Kérem, excellenciás uram, nem rossz az íze. És a szaga kitűnő. Örmester, megoldottam a problémát. Maga veszi be. Akkor majd szépen lefolyik. Van hová. Állítólag remek étvágy csináló. Köszönöm, excellenciás uram. Pont erre volt szükségem. Talán ide ülhetnénk. Tudom, hogy újabb merénylet készül édesapám ellen. De hát ő minden rosszat titkol előlem. Sajnos. Értem. Nagy kockázattal jár, ha valaki az eszméjét megpróbálja összeegyeztetni a hivatalával. Megkísérelték megvesztegetni. És amikor rájöttek, hogy ez nem megy, akkor következtek a titokzatos balesetek. A mi országunk csak most kezd az igazi fejlődés útjára lépni. De azonnal megpróbálják kizsigerelni. Vajon miért, Diego? Sok éven át béke honolt erre. Úgy vélem, ez az egész a haladás ára. Ezzel fizetünk a 19. századért. Ahogy atyám mindig is hangsúlyozza. Nem úgy van már, mint régen. De ez az egész akkor is értelmetlen. A lázadók másképp látják. Szeretnék saját emberüket a kormányzói székbe ültetni, akit kézben tarthatnak. Ó, excellenciás uram. Csatlakozik hozzánk? Nem kívánok zavarni. Szívesen látjuk körünkbe. Köszönöm. Merre járt, kedvesem? Már mindenütt kerestem. Nos, Diego és én úgy döntöttünk, hogy teszünk egy kis kerülőt, mielőtt hazajövünk a városból. Azt hiszem, tovább maradtunk, mint az illet volna. Köszönöm, kellemes volt. Ha. Milyen szerencse, hogy van ideje ilyesmire. Én a királyomat szolgálom. Az a benyomásom, hogy maga a király is szívesen vállalna ilyen feladatot. A vendég szeretete elismerése méltó, de la Vega. De máskor előbb nekem szóljon, mielőtt körbecipelni a szenyoritát az egész környéken. Van valami, amiről nem tudok? Nem szeretnék zavart kelteni. Semmi sincs köztem és a kapitány közt, kivéve, hogy utoljára tegnap mondtam nemet neki. Felelősséggel tartozom a biztonságáért. És szeretném, ha azt is tudomásul venni, hogy nem tűröm, hogy holmi ifjoncokkal séta kocsikázzék. Megfeledkezett magáról, kapitány úr. De nem a kötelességemről, szenyorita. Elnézésüket. A kapitány úr nem tud urrá lenni a féltékenységén.
Sajnálom, hogy ezt kell hallania. Ha úgy hozzák a körülmények, hamarosan bosszút állok rajta. Valóban? Ez egy tehetséges ember. Apám szerint nagy karrier vár rá, ha legyőzi néhány gyenge pontját. De hát nem megy neki. Ez nagyon komoly veszély ránézve. Néhány ilyen kirohanás és vége. Az excellenciás úr szólni kíván önnek. Mondja meg, hogy azonnal megyek. Igenis, kapitány! Egy pillanat, őrmester. Tudatában van ama ténynek, hogy én vagyok Kalifornia kormányzó helyettese? Si. Akkor talán tanácsosabb volna, ha mától úgy szólítana, hogy excellenciás uram, nem pedig kapitány úrnak. Igenis, kapitány. Excellenciás uram. Itt nem annyira a saját óhajomról van szó, mint inkább a tradíciókról. Beszélni kívánt vele? Szí. Magánjellegű a dolog, úgyhogy várjanak odakint. Örmester, maga is a kápár várjanak odakint. Hallgatok arra. Felipe. Emlékszik arra a beszélgetésre ott Buenaventurában? Szí. Akkor ígérte meg századszor, hogy nem rendez több jelenetet, és nem zaklatja többet a lányomat sem. Excellenciás uram, én ne vitatkozzék velem! Módot adtam rá, hogy ura legyen Kaliforniának. De maga nem ura az érzelmeinek sem. Sajnálom, excellenciás uram, többé nem fordul elő. Hányszor mondta már? Legalább 100-szor megígérte. De most szavamat adom. Nem igénylem, Felipe. Hosszú ideig tartott, amíg sikerült döntenem. Egyhez nem fér kétség. Senki nem uralkodhat mások felett, amíg nem ura saját akaratának. Excellenciás uram, vissza akar küldeni Spanyolországba? Engem csak az érdekel, mi a legjobb Kaliforniának. És amint visszatérünk Monterreybe, megvitatjuk, mi a legjobb magának. Értettem, uram. Őrmester, káplár, kísérjenek el, be akarok menni a városba. Menjen csak, káplár, majd én átveszem az őrséget, nem hagyhatjuk magára a kormányzót. De hát nekem kell ott állnom a szobája előtt, így szólt a szigorú parancs. Nem emlékszik rá, excellenciás uram? Ön adta ki a parancsot. És arra emlékszik, hogy most is én parancsolok, úgyhogy engedelmeskedjenek, indulás! Ők nem vigyáznak a kormányzóra, akkor ki fog? A kormányzónak sok titokzatos ellensége van. Hadd legyen egy titokzatos barátja is. Én ezt elrendezem. Te menj be, nézd meg, rendben van-e minden. Maga. Hová tűnt az őrség? Garcia őrmester, segítség! Segítség!
segítség! Kis híján sikerült elintézniük. Vigyük el innen, amíg lehet. Atyám épp nincs itthon. Vigyük fel az ő szobájába, és maradj is mellette. Tudom, hogy nem helyes, ha most megmozgatjuk, de a veszély miatt muszáj megtennünk. Ennyi idő alatt már vissza kellett volna érnie. Gyerünk! Egy dolgot azért nem értek, kapitány úr. Az égre kérem, árulja el, miért hagyta a kormányzó urat teljesen őrizetlen? Ezt a dolgot én magam sem értem. Sosem mertem volna arra gondolni, hogy újból merényletet kísérelnek meg ellene. Akkor miért állított őrséget? Uraim, nem változtathatunk azon, ami már megtörtént. És szerintem a kapitány úr legalább ennyire sajnálja a történteket. Ezzel egy érdekes kérdésig jutottunk, excellenciás uram. Ha magát megölik a múlt éjjel, a helyetteséből lett volna az újabb kormányzó. Nem tetszik, amit sugal, jó hagy, szenyor. Én pedig hallani akarom a választ. Kérem, szenyor, kérem, ne feszítsük túl a húrt. Szerintem senki nem tudja pontosan, mi történt. Egy kivétellel is a Zorro. Szerintem ő tudja.